Péter, tartod-e még azt a szokásod, hogy vadidegen emberek arcát fürkészed, és próbálod kitalálni a sorsukat, egyáltalán a karakterüket? Így van, látom, megjegyezted, igen, nagyon szeretem, mert ez olyan, mint hogyha feltölteném magam akkumulátorral. Tehát bizonyos helyeken, presszókban, vagy mikor valamilyen váróteremben ülök, például egy állomáson, de színházban is, kipicizem magamnak egy arcot, és játszom azzal, hogy kitalálom a sorsát. El is találod, hogy nem, mi tudom, a valóság? Nem, mert legtöbbször nincs csekkolási lehetőségem. Hát most van, mert onnával most találkozol életedben először, ha jól tudom. Beszéltetek is pár mondatot, azért fürkészhetted az arcát. Róla milyen karakterjegyeket tudnál így most? Ez már érdekes. Most ebben kezdjük, és már rögtön össze is veszünk. Nem kell összeveszünk. Az Anna egy nagyon szép lány, és mégis érzek benne egy nagyon merev és nagyon megközelíthetetlen pontot. És azt gondolom, hogy talán azért van, mert magamban azt gondoltam, hogy érhette egy-két csalódás, és abból levont egy-két, szerintem nem biztos, hogy helyes következtetést. És valamit érzek a gyerekkorban, vagy a szülőkkel való viszonyában, ami nem kóser, hogy egy ilyen finom kifejezést felszálljon. De innentől kezdve azért már nagyon vigyáznék arra, mert ez már személyiségi jogokat sért. Eltalálta Péter nagyjából egész éve? Természetesen, igen. Ez az eleje, hogy egy kicsit talán rideg vagyok, vagy nem annyira könnyen megközelíthető, vagy nem annyira nyitott az elején. Ez teljes mértékben így van, eleve introvertált személyiségű vagyok, és kicsit távolságtartó, és inkább szeretem szemlélni a közegem, mint hogy rögtön a közepébe legyek és tündököljek. Nagyon sokat lehet abból tanulni. A gyerekkor igen, így van. És miután nyilván édesapám nem természetes halált halt, igen, az egy nehéz csapás volt. Azt lehet tudni, beszélhetünk arról, hogy mi történt? Mindenki tudja, mi történt, úgyhogy természetesen igen, édesapám házasság törő volt, és egy nyomozó feleségével volt viszonya éveken át. Egy hétfői napon a férj azonban úgy döntött, hogy ebből elege lett, úgyhogy csapdába csalva őt kivégezte, agyonlőtte. Annáig erő semmit nem tudtak korábban, erről a kettős nem. életről. Nem, azt kell, hogy mondjam, hogy édesapám nagyon precíz volt. Igen, nem. Semmit. Hány éves volt ekkor? 22. Egy régi mániámat erősíti meg ez a történet. Nem tudtam az Annáról ezt a történetet, döbbente hallgatom, mert nekem az a... Most is írok egy olyan történetet, amely tulajdonképpen erről a másik életről, a titkos életről szól. Szóval azt gondolom, hogy az emberek nagy részének Szerintem mindenkinek van. Talán mindenkinek van. Kertész Imre azt írja a Gálya napló, hogy mindig volt egy másik életem, és mindig az volt az igazi. Ez még viccesebb, igen. A precízség azért ehhez kevés, ehhez egészen különleges színészi képességek kellenek. Még akkor is, hogyha azt állítjuk, hogy mindenkinek van másik élete, ez már azért túlmegy a másik titkos életnek a keretein. Anna nagyon mást gondol ma az édesapjáról, mint a történet előtt, miután ezzel szembesült? Pontosan ugyanazt gondolom, mint előtte. Nem mondom, hogy nem ismertem meg a szüleim olyan oldalát, amit talán gyereknek nem kellene soha tudni a szüleiről, de nem. Pontosan ugyanazt gondolom róla, mint előtte. Azért 22 évesen, amikor egy ilyen tragédiával szembesül az ember, az finoman szólva is összetöri. Gondolom ez önre darabokra, is így volt. Igen, darabokra? Persze. Viszont két nappal később, ugye azt mondjuk el, hogy az édesapja egy jómódú igazgató volt, cégvezető nem, volt, kardiológus volt. Igen, cégtulajdonos volt és cégvezető, és a Balatonfüredi Szívkórház vezető főorvosa. Tehát egy céghálló maradt után, egy cégbirodalom, ha úgy tetszik, amit önöknek igen. az édesanyjával két napon belül a tragédiát követően... Én örököltem egyedül. Ön örökölte egyedül, azt át kellett venni, és menedzselnie kellett. Most 22 igen. évesen, én magamból indulok ki, de szerintem sokan vagyunk ezzel így, az összeroppanáson, a traumán túl, nem tudom, hogy mi lett volna a következő lépés, de hogy a cégekkel nem lett volna erőn foglalkozni, az biztos. Így gondolja az ember először. Azt mondom, hogy talán a munka és az, hogy muszáj volt, elterelte az ember figyelmét egy kicsit, mint csak attól, hogy pusztán szenvedjen. Azonnal el kellett kezdeni dolgozni. Nyilván voltak hullámvölgyek, amikor
édesanyámnak kicsit nehezebben ment, akkor én csináltam, amikor nekem nehezebben ment, akkor ő csinálta. De elfoglalt minket. De honnan tudta ön azt, hogy mihez nyúljon? Hogy kinek kell szólni? Hogy kit kell fölhívni? Két napon belül ki kellett volna, vagy ki kellett jelölnie egy igazgatót? Igen. Azt tudtuk, hogy ki lesz. Ilyen édesapja kázi korábban elmondta. Igen. Azt nem mindig is, mikor édesapám vagy édesanyám messzire mentek nyaralni, akkor úgy hagytak itt, hogyha nem jönnének vissza, akkor ki az az egyetlen ember, akihez mennem kell. Aki apukám úgy gondolta, hogy orvosilag, szakmailag, az orvosi berkeken belül is teljes mértékben elfogadott szakmai kiválóság, és hogy biztosan egy olyan személy, akit a labor és mindenki elfogad. Az egyszer sem volt, most a 22 éves kori Annáról beszélek, amikor ez a nagy baj, ez a sok teendő rázódult, hogy azt mondta magába, hogy hagyom az egészet a fenébe, mert nekem most jogom van ahhoz, hogy én gyászoljak? Nem. De arra úgy, hogy beleszólok, azért engem a gyásznál sokkal jobban érdekel a düh. Igen, pontosan. Tudnék, itt valami van itt egy, engem, mintha forgatókönyvírót és filmrendezőt, az izgatna ebbe a dologba, hogy hogy lehet ilyen dolgot megbocsájtani. Hogy lehet azt mondani a mamámnak, hogy ő is bocsásson meg, hogy létezik, hogy az apám tulajdonképpen akkor csak hétfőre, de nyilvánvaló ez egy nagyon erős szenvedély lehetett, elhagyott minket, becsapott minket. Én ezt sose éreztem. Én nekem ez édesanyámnak, mint feleségnek, tehát engem is, mint nőt csaltak már meg a párjaim. Tehát, hogy azt meg tudom érteni ott a hátba szúrás jelleget, de én sose éreztem rajta ezt. Én úgy gondoltam, hogy édesapám pont, hogy minket soha nem hagyott cserben. Tehát megtehette volna azt, hogy elválik, elmegy tőlünk, kezd egy új életet. De igen, sajnáltad? Hát végülis egy szenvedély volt. Nem, én megértettem. Én úgy gondoltam, hogy neki joga van? Talán szüksége volt erre az életre, talán ahhoz, hogy a másikat tudja élni. És úgy gondolom, hogy nincs férfi ezen a világon, aki nem is csak férfi igazságtalan lennék, én úgy gondolom, hogy nő és férfi egyaránt, amióta a világ hűtlen volt, nem mindenki, biztosan van kivétel, de azért ez a természetünk nagyon szerves része, hogy a monogámia néha igenis megterhelő tud lenni. Nagyon lesújtóan vélekedik. Nem mondom, hogy ez lesújtó lenne. Gondoljunk a szeretőkre, gondoljunk a királyokra, királynékre, akik nem egy szobában aludtak, az ágyasokra. Nézd, egy biztos, hogy a monogámia az egy társadalmi parancs, pontosan azért, tehát nem egy biológiai parancs, igen, egy társadalmi parancs. Igen, hogy a gyermeket felneveljük. Egy gyermeket is, meg ugye hát nyilvánvaló vannak olyan társadalomok, ahol nincs lehetőséged anyagilag arra, igen, hogy kétszer-háromszor is újra kezd az életedet. Én sok mindent meg tudtam volna bocsájtani a mamámnak, meg a papámnak, azt, hogy a házasságban becsapja az én a mamámat, vagy fordítva, az valószínűleg nehezebben. És én szintén elváltam, tehát amikor 3 éves volt a kislányom, akkor elváltam az első feleségemtől. És tulajdonképpen ez volt a legnagyobb dilemmám, hogy a Kati, a lányom, az mit, az ez hogy dolgozza fel. De meddig vívottál? Nehéz erről beszélni, hogy időben meddig vívottam. Nem... Halálra volt valószínűleg ítélve az a házasság valami oknál fogva, tehát nem hiszem, hogy, és ma is nagyon jobban vagyok az ex-feleségemmel, nagyon szeretem őt. Nem is ez volt a gond, a kislányunk volt, hogy persze az ember mondja, hogy megmaradunk papának és mamának, de el kell mennem. És ettől az elmenéstől, hogy én elköltöztem otthonról, ez folyamatos, azóta is múlhatatlanul nagy bűntudatot okoz. A mai napig? Mai napig, igen. Tehát azt gondolom, hogy ezt holott nyilvánvaló, már csak 100-szor kitárgyaltuk. Szemrehányást nem tettő ezért? Nem. Sőt, tulajdonképpen a lányom egy remek terapeuta lett azóta, tehát nagyon sok oldalról vagyunk képesek ezt végigbeszélni. De mindezek ellenére azt gondolom, hogy az ilyen típusú elmenések, megcsalások, otthagyások, ezek fájdalmas és nagyon nehezen feldolgozható traumák. És az Adna esetében aztán még ennél még kegyetlenebb dologról van szó, mert ha jól értem, akkor ha nincs ez a vadállatfér, nincs ez a bosszúállás, akkor akár évekig, akár
akár élete végéig egy 20 éves, 30 éves periódusig is tartható lett volna ez a kettős élet? Nem, soha. Szerintem ennek a történet csodás példája annak, amikor az emberek nem vállalnak felelősséget a tetteikért, és egy ponton az élet eldönti azt. Édesanyja is megbocsátott? Édesanyám minden jobban szereti az édesapám. Nem hinném, hogy valahogy egy percig is. Biztos, hogy dühös volt rá és mérges, de az, ahogy ők szerették egymást 16 éves korok óta, az hát olyan ma már nem sok van. 16 éves korok óta, tehát az első szerelem volt. Édesanyám soha meg se csókolt más férfit. Úgyhogy igen, és azért így is, hogyha belegondolunk, ugye a monogámiában az megint egy különösen nehéz, hiszen 16 éves koroktól, itt a példa, 49-ig, ugye, igen, nem hinném, hogy járt már férfi úgy az utcán, hogy egy nőn kívül még soha más nem kívánt volna meg. De nem is ez a lényeg, mert én nem éreztem soha, hogy nekem ehhez közöm lenne, vagy meg kéne ítéljem azt, hogy most a szüleim szexualitása vagy vágyai hogy állnak, mert nem érdekel. Én mindig is úgy voltam vele, hogy engem tisztességben felnevelt az apám és az anyám 22 évig, ami nem kevés. Másoknak ennyi se jutott. Tehát amikor nekem szükség volt az édesapámra, és ez fordítva is így van, tehát anyukám szempontjából is, ő mindig ott volt. Ő egy igazi férfi volt, aki gondoskodott a családjáról. Nem volt tökéletes, de egyikünk se az. Ha egyetlen egy képet kérnék öntől, ami a fejében él, és mondjuk a leginkább markánsan jelen van, és él, és bevillan az édesapjáról, akkor mi lenne az? Nem tudom. Talán amikor életemben egyetlen egyszer láttam sírni. Miért sírt, azt lehet tudni? Nem. Na. Azt nem mondhatom el. De az volt az egyetlen pont, amikor láttam, hogy nem tudja, mit kell tenni. Amúgy mindig tudta? Mindig. Valójában belül valószínűleg nem, de mint egy jó vezető, ez nem látszódott soha. Igen. Tehát életében mindig. Egyszer látta őt elbizonytalanodni, kétségbeesni? Hát kétségbeesni, igen. És ez milyen érdekes, hogy ez maradt meg róla. Igen, ez nagyon. És lehet, hogy pont ezért, mert akkor volt esendő, nem? Hú, nagyon, akkor nagyon, igen. És ugye egy családban, amikor a családfő is már ugye bajban van, hát ott azért akkor érződik, hogy komoly a probléma. Igen. Péter, ha neked egyetlen egy képet kellene felidézned az édesapádról, megénekelted, megírtad az ő szerelmük történetét a Hajnali Lász című könyvben. Tudom, nehezet kérdezek, de biztos van egy nagyon megragadható, erős kép róla. Van egy képem, amely tulajdonképpen nagyon sokszor visszatért, és a Hajnali Lász forgatásakor egy pillanatig meg is jelent, szinte olyan volt, mintha a túlvilágról üzent volna a papám. Volt az apámnak egy nagyon furcsa mozdulata, amikor nagyon lelkes volt, és nagyon belelendült a beszélgetésben, nagyon szeretett ő is mesélni, akkor felemelte a bal kezét, és így meglebegtette a bal fülét. Semmilyen értelme nem volt, mert nem viszketett. De úgy megmaradt bennem, sajnos nem kérdeztem meg, de valószínűleg ez egy önkéntelen mozdulat volt, de nagyon-nagyon jellemző volt rá. És amikor a Schuf Milán lett a Hajnali Lász főszereplője, ugye hát ez a film szól az én... Ő játszott édes az én szüleim szerelméről, akkor kérdezte egyszer, megkérdezte, hogy de mondd Péter, hogy ha akarom hitelesen ábrázolni, akkor mi a... És neki is elmeséltem, de még a legelején. Sose felejtem el, hogy volt egy kint egy fotón egy ruhapróbánk, és ezt fel is vettük egyébként, és a Milán beöltözött egy régi 1944-es téli kabátba, megkapta a szemüvegét, ami pont olyan volt persze, mert fényképekről néztük a papám szemüvegét, azt lényegében ráadtuk, és egyszer csak elindult felém, én a kamera másik oldalán álltam, és pontosan úgy járt olyan kicsit olyan ügyetlenül sután bicegve, mint az apám, és amikor egész közel ért, akkor felemelte a bal kezét, és így csinált. Tehát a fülét megpendítette. És megpendítette a fülét, és ez olyan drámaian erős pillanat volt, hogy mondta az előbb az, hogy mindjárt elbőgi magát, hogy én ugyanígy voltam ezzel, hogy én, de jó Isten az apám, ugye ez a halála után volt már 18 évvel, hogy Úristen feltámadt.
mert tényleg azt láttam, amit az apámnál láttam, és a legfantasztikusabb, legkülönösebb, legrá jellemzőbb kép volt, amit kérdezel. Tehát én szerencsém volt, mert csak meg is valósult. Ha feltámadna az apukád, mondjuk egy órára, vagy mondjuk fél napra, és elolvasná Hajnali Lázat, meg megnézni a filmet, akkor szerinted mit mondaná? Mert a legnehezebb kérdést teszed fel, sokkal nehezebb. Ez a legnehezebb kérdés. Tudni, hát gondolj bele, hogy a papám ezt a dolgot átélte, ezt a döbbenetes szerelmet, és főleg azt, hogy túljutott a halálon, és mint író ember remekül írt, ezt az egy dolgot nem írta meg soha. De tovább megyek, nem is beszélt róla. És amikor elkezdtem foglalkozni a... Mondjuk el, ő ugye a koncentrációs táborban hullaégető volt. Hullaégető volt, és tulajdonképpen utána mind mamámmal együtt Svédországba kerültek egymástól 2000 kilométerre egy ilyen rehabilitációs táborba. Az orvosa közölte, hogy 6 hónapja van hátra, egy nagyon súlyos, speciális tüdőbetegsége volt. És akkor elkezdett leveleket írni, így ismerkedett meg a mamámmal. És tulajdonképpen kialakult valami hónapok alatt levélváltás, majd első találkozás, szerelem, házasság. 2 évvel később én is megszülettem. Hogyha feltámadna egy órára, akkor valószínűleg szembe kéne néznem azzal a nehéz dilemmával, ami az ő dilemmája, de most főleg az enyém, hogy egyrészt miért nem írtam meg, elmondaná, hogy miért nem írta meg, másrészt pedig, hogy nekem jogom volt-e ahhoz, hogy akkor az ő szerelmüket megírjam. Külön vannak nagyon, nagyon erős hipotézisaim arra természetesen, hogy miért nem vette elő ezt a történetet önmagának soha, de hát természetesen ezek az én magyarázataim. De rendben lenne az elszámolás, nem? Az, ami az apám részéről szerepel a regényben, az mind fikció. Az én fikcióm. És hogy ő ezt jóvá hagyná, ezek a dolgok tényleg akkor az ő fejében így fordultak elő 45-ben, 46-ban, mint ahogy én megírtam, és hogy ezt a dolgot a világ elé tártam, ezzel ő egyetértene, ebben azért nem vagyok egészen biztos. Azért reszketve állnék a feltámadó papán elé. Ebben egyetértünk. Reszketne onna is? Rettegnék. De mitől? Hát a véleményétől. Jól csináltad-e? Nem érdekelne, hogy jól csináltam-e. Az biztosan nem. Tehát mindig 3 opciót képzeltem el az elején. Az elején azt, hogy kérdeznék tőle, ugye amikor még nem volt segítség és sok tennivaló volt, akkor ha feltámadott volna, annyit kérdeztem volna, hogy jól van-e, és mond a választ erre, mit csináljak itt, hazudik-e, nem hazudik, persze mindenki hazudott, és utána mondtam volna, hogy köszi, akkor megyek dolgozni. A másik opció, hogy rettegtem volna, hogy meglátja, hogy mi történt, és hogy mennyire mélységesen nem értene egyet nagyon sok mindennel, amit tettem, vagy tenni kellett. Ez sem nagyon érdekelt volna, de biztos, hogy az ítélettől féltem volna. A harmadik az, hogy büszke lenne rám. Esetleg. Most már talán. Igen. Ő gondolta volna azt, hogy Anna ennyire helytáll? Nem. Nem? Nem. Szerintem mindenkinél kevésbé bízott volna bennem és az édesanyámban. De szerintem miért? Ő lett volna az utolsó, aki valaha kezünkre adja ezt a céget, de lehet, hogy ez csak az én félszem, és közben valójában soha nem adta volna másnak, csak nekünk. Nem tudom. Nagyon racionális keretek közt nőtt fel, ugye? Igen. Ez jó volt így? Hasznos. A hasznos és a jó az nem mindig ugyanaz. Nekem ugyanaz. Igen? Igen. Igen. Mindig a haszon felől kell megközelíteni a jóság fogalmát? Nem feltétlenül, de a jó számomra valami hasznos. Igen, hát persze erre azt mondhatnám, hogy viszont a papád a sok racionatása ellenére egy végzetes és végtelen szenvedély rabjává vált. És ha ez így van, akkor gondolj bele, hogy milyen érdekes a személyiségnek ez a két oldala. Egyrésztről ez a nagyon praktikus gondolkodás, másrésztről meg ez, amelyet elsöpör egy őrült szenvedély. Ez így van, de az egyikre szükségünk van ahhoz, hogy élni tudjunk, a másikért pedig élni érdemes. Azt, ez jó mondat. Ön is racionális, ugye végtelenül? Igen. Hála az Istennek. Hála az Istennek? Igen, úgy gondolom, aki túlságosan érzelmes, talán többet szenved ebben az életben. Aki többet érez, mint az átlag,
Azt mondta egy interjúban, hogy önből tökéletesen, szinte tökéletesen hiányzik az empátia. Akkor pszichopata lennék. És ez nem igaz. Én nagyon, nagyon empatikus vagyok, azt kell, hogy mondjam. Maga, tehát önmagában például, hogy ha bántanak egy állatot, annak a látványa is számomra rendkívül felzaklató. Pedig többször utalt rá, például, hogy édesanyja az emberközpontúbb, ön sokkal idegebb. Azt is elmondta, hogy ha barátnői például különböző magánéleti kérdésekkel... De az nem azt jelenti, hogy nem lenne empátiám. Csak azt mondom, hogy... Meg kell védenem az Annát, mert itt, ezt a néző nem tudja, vagy a hallgató nem tudja, hogy mi egy másfél percet beszélgettünk ugye a felvétel előtt, és annak közben én elmeséltem egy történetet, ő könnyek között kirohanta a stúdióból. És ráadásul egy szerelmi történet. Én egy rendkívül érzékeny nő vagyok egyébként, és érzelmes is, az, igen, hogy ez nem feltétlenül a felszínen van, ez nem hinném, hogy gond lenne. Abszolút empatikus vagyok, csak azt mondom, hogy mondjuk, ha egy barátnőm épp a rossz párkapcsolata miatt sírdogál nekem 375-ödjére, hallgatom meg ugyanazt a történetet, amiben nyilvánvalóan ő egy elnyomott kapcsolatban él, ahol bárbár is agresszió éri nap, mint nap, akkor eldönthetem, hogy empatikusan megsimogatom-e a vállát, és elmondom neki, hogy a férfiak rosszak, és ő a hülye, vagy elmondom neki azt, amit őszintén gondolok, és lehet, hogy fáj, és lehet egy kicsit félre kell rakni azt a pillanatnyi fájó érzelmet, de barátként meg fogom neki mondani, hogy vagy eljössz, vagy én ezt nem hallgatom tovább, mert gyenge vagy, és segítened kell magadon, vagy szenvedni fogsz, és akkor még 10 évig hallgatjuk kimondta ezt. Annak a kulcsmondat, hogy gyenge vagy, és segíteni kell magadon. Hát tulajdonképpen valószínűleg, amikor ez a trauma érte, akkor azt a stratégiát választotta, nagyon helyesen egyébként, hogy megkeményíti magát, és szembenéz az összes dologgal, és végigviszi. És nem volt más választás. Igen, hát de lehetett volna összeomlani, be lehetett volna feküdni hát 6 hétre a ideggyógyintézetbe, szóval mindenfajta lehetőség ez lett volna. Ez minden lehetőség ott is volt, és emlékszem, éveken át voltak, hogy minden nap vártam, hogy mikor fogok megőrülni, hogy úgy éreztem, hogy ennél több csapás, nyilván nem feltétlenül a halál, vagy a gyilkosság tény is megterhelő lehet, de ami utána jött, amit az élő emberek, üzlettársak, az volt kegyetlen. Már hogy sok emberbe kellett csalódni? Nagyon-nagyon sokban. Nagyon nehéz volt, igen. Így harcolni, úgy, hogy te viszont össze vagy törve, tanulatlan, fiatal vagy, nem értesz hozzá, és nincs megbízható tanácsadó, hát itt veszíteni fogsz. 10-ből 10-szer éveken át. Az nagyon nehéz volt. Arra emlékszik arra a pillanatra, hogy ha ez egyáltalán egy pillanathoz kötődik, és nem egy folyamat csúcspontja, amikor egyszeriben azon kapta magát, hogy ezek az emberek elkezdték őt komolyan venni? Soha nem fognak engem komolyan venni, és nem gondolom, hogy a mai napig bármelyikük komolyan venne. Ebben mit látnak? Egy kislányt látnak? Igen. Többször találkoztunk egy interjú során, úgyhogy talán megint a hallgatóknak egy info, hogy én többször elmondtam neked, hogy nekem az igazán komoly traumát az okozta, hogy nem vettek fel a színművészetire. És van ugyan egy bölcsészkari diplomám, egy magyar-orosz szakos tanári diplomám, de hát az a film szakmában semmit nem ér. Tehát azt bebizonyítani, hogy én ehhez a dologhoz valamilyen szinten értek, vagy van valamilyen hozzá valamilyen képességem, ez gyakorlatilag a harmadik nagyjátékfilmig, ez engem nagyon erősen traumatizált. De ezt te érezted belül, vagy egész egyszerűen ez volt a közeg sugalmazása? Nézd, egyrészt éreztem belül, nagyon éreztem. 3 vagy 4 játékfilmig azt éreztem, hogy egy Don Quixote vagyok ebben a szakmában, akit folyamatosan elgázolnak. Hannától azt kérdeztem, hogy volt-e olyan pillanat, amikor úgy gondolt, hogy hagyja az egészet a fenébe. Nálad volt ilyen? Nem, soha. De az miből táplálkozik egy ember esetében az a belső tűz, meg az a bizonyosság, hogy fogtok ti még nekem tapsolni a büdös életben? Ugye, én azt szoktam mondani, tanítok a Metropolitanben forgatókönyvíró és filmrendező gyerekeket, és mindig az első órán azzal kezdem, hogy itt kérdezik, hogy ki lesz, kiből lett, és mondtam, hogy nem a tehetség számít igazán, nagyon sokat számít a képesség, de nem az a legfontosabb. A legfontosabb a pofontűrő képességet. Tehát az, hogy akármennyit ütnek,
de utána felállsz, és azt mondod, hogy újból kezdem, és nem adom föl. De az honnan ez a, jön? A született képes? Ez gén. Ez egy makacság. Igen, valószínűleg én azt gondolom, hogy az igazán komoly sikert elérő emberek ezt a képességet hozták a szüleiktől, vagy ezzel a képességgel születtek, és aztán meg lehet szerezni mindenféle egyebet. De az, hogy soha ne add föl, és nincs, és igazából a pofon az erősít, ahelyett, hogy visszatántorítana, én ezt a legszerencsésebb tulajdonságomnak tartom. Mondod ezt úgy, hogy információim szerint most azért újra elmélettem itt az életrajzodba, azért te belehaltál egy-egy dologba, tehát effektíve rosszul tudtál lenni bizonyos dolgok kapcsán. Abszolút. Hát egy magyar nemzet kritika neked 8 évedet úgy, ahogy van, tönkrevágta. Tönkre. Én pedig nem kellett volna. Nem, hát de nem azt jelentette, hogy feladom. Azt jelentette, hogy makacsul elhatároztam, hogy meg fogom mutatni. Nekem ebből a legdöbbenetesebb példa az egy valóban egy kritika volt, az nem is a magyar nemzetben jelent meg, az egyik filmem után egy nagyon, nagyon személyeskedő, nagyon, ma azt gondolom, iszonyatosan aljas kritika jelent meg egy nagyon jelentős magyar hetilapnak a hasábjain. Tényleg olyan volt, a becsületsértés abszolút kimerítette, és akkor én elhatároztam, hogy na, ezt nem hagyom, és valamilyen módon elégtételt veszek, és elhatároztam, hogy ezt a politén én pofán vágom. De elnézést kérek ezért, hogy ilyen profánul fogalmazok, és kinyomoztam, hogy hol lakik, Csepelen lakott. Kinyomoztam, hogy körülbelül... Komoly ügy. Kinyomoztam. Az éjszakában. Nem is éjszakában, elhatároztam, hogy nekem az kellett, hogy mindenki tudja, de úgy akartam én titokban csinálni. Elmentem autóval, egy zuhogó eső volt, sose felejtem el ki, és megálltam a házzal szemben, ahol tudtam, hogy ki fog jönni előbb-utóbb, neki nem volt autó, és tudtam, hogy elmegy a villamos megállóig, és be akar menni a városba, a munkahelyére. Megvárom, míg kilép, oda megyek hozzá, és adok egy hatalmas pofont, és akkor bemutatkozom. Nem hiszem, nem ismertük egymást. És megszereztem a fényképet, tudtam, hogy néz ki, és egyszerűen kijött a pasas, egy drúgó esőre, nem volt nála esernyő, egy hajdonfőt volt, egy feltűrt ballonkabátba, oda ment a villamos megállóhoz, szakadt az eső. És nem jött a villamos, és én néztem. És láttam egy nyomorult, agyonázott, szerencsétlen figurát, akit ver az élet. És azt gondoltam magamban, hogy tulajdonképpen ezt már pofán verte az Isten. Teljesen felesleges nekem oda mennem. Megnyugodtam, indítottam a kocsit, és elhajtottam. Nem is hiszem, hogy tudja, hogy én közel állt. Hogy ma igen, hogy micsoda veszélyben volt. De tényleg veszélyben volt? Tehát közel állt hozzá? Ha nem ilyen állapotban látod. Valószínűleg igen. Úgy éreztem, hogy ha elment nem, kocsival, oda ment. Igen, mert arra gondolj, hogy azt gondoltam, hogy jön ő ahhoz. Ez egy személy, a film egy nagyon személyes dologról szólt, egy szerelemről szólt, és én ennek kapcsán többször nyilatkoztam a filmhez képest, hogy mi a változás. És nem a filmet elemezte, hanem az én személyes kapcsolatomat a nőkkel. És ez olyan, és közben mellékesen azt is megjegyezte, hogy el kéne tiltani engem a filmrendezéstől. Ez volt a konklúzió. És úgy éreztem, hogy ezt nem mert, hogy van ehhez egy embernek joga? Az eső megmentette. Engem is. Kettő mondatban meséljük csak el a történetet, hogy a nagy áttörést ugye az okozta, hogy az első filmed esetén, de te bekamusztad azt, hogy te Feleki Kamil jóváhagyó bólintását már bírod arra, igen, hogy megcsináld vele a filmet. Noha ő még azt se tudta, hogy te létezel. Igen. Ennek köszönhetően Sándor Pál bekapta a horgot, és létrejöhetett a film. Azon gondolkodtam, készülve a veled készült interjúra, hogyha akkor nincs benned ekkora vagánság, nem kamuzol, vagy mondjuk ki, hazudsz egy orbitális nagyot, igen, akkor szerinted hogy alakul a te életed? Akkor nem vagyok filmben, akkor most nem ülünk itt, egészen más szakmám van, nem tudom, mi történik akkor, nyilván egy egészen más pályát futok be. Azt gondolom, hogy egy ilyen hazugság az gyakorlatilag tönkre tehette volna az én filmrendezői álmaimat, de fura módon azt kell neked mondjam, hogy egy pillanatig nem merült fel bennem, hogy a Kamil nem fog igent mondani. De ezt honnan tudtad te? Hát tudjuk, mondjuk el a fiatalabb nézőink, igen, vagy hallgatóink kedvéért, Feleki Kamil egy elég nehéz és megközelíthetetlen ember volt, sajátságos kódokon keresztül lehetett egyáltalán hozzá bejutni, telefonhívásra így gondolok, van, így van, büntető cédulákat írt különféle emberekről, akik, igen, egy picit is megsértették, 5-10 évig nem beszélt velük,
te fiatal zöldfülőként honnan tudtad azt, hogy majd te meggyőzöd ezt Endre, a növényt? Endre, volt egy forgatókönyvünk, amit az Osváth Andrés barátommal írtam, és azt gondoltam, hogy ez a könyv, ez egy Oscar-díjas, zseniális könyv, az nem létezik, hogy egy színész, akinek van egy pici kis kvalitásérzéke, nem csap le rá azonnal, és nem szeret bele. Nem hittem el. Azt gondoltam, hogy ez egy olyan forgatókönyv, amire egy normális ember csak is igent mond. És ma is azt gondolom egyébként, hogy a Kamil, aki elolvasta a forgatókönyvet, és egy héttel később berendelt engem a Rózsa Dombi lakásába, vagy a Pasaréti lakásába pontosabban, és ott áll délután 5 órakor pizsamában és Gáspár hajlekötővel, és annélkül, hogy bemutatkozott volna, azt kérdezte, hogy arra vagyok kíváncsi, azt mondd meg nekem, hogy ennek a Binder Lipót, így hívták a főszereplőjét a könyvnek, vagy filmnek is, ennek a Binder Lipót milyen alsónadrágot hord. És akkor mondtam, hogy természetesen azonnal válaszoltam, hogy térdigérőt, sejemből van sárga, és sajnos pisifoltók vannak rajta. És erre azt mondta, hogy vállalom, és bemutatkozott fel neki, és bemutatkoztam. És egy más, valóban ő, hogy mondjam neked, ő vizsgáztatott engem, hogy én alkalmas vagyok-e, de én annyira biztos voltam benne, hogy én alkalmas vagyok, hogy félsz nem volt bennem. Nem csak, hogy félsz nem volt bennem. Én az valóban igazad van, de ez egy hazugság volt. Ő mikor ezt megtudta, akkor hogy reagált minden? Röhögött. Röhögött? Nagyon jóba lettünk. Hát fantasztikus jóba lettünk. Hát azért a vége az nem volt békés, ugye? Nagyon elkövettem ellene valamilyen bűnt. Egy dolog, megharagudtam rá. Az a végén az történt, és ez nagyon, maig nagyon bánom, hogy volt a Magyar Filmszemle, és ő abban reménykedett, hogy ő kapja a legjobb színészdíjat. Ugye ennek a filmnek két főszereplője van, a Szamóc, az Eperjes és ő. És én meg abban reménykedtem, hogy ketten kapják. Mint hogy Chicagóban aztán egy évvel később meg is kapták ketten a legjobb férfi színészdíját a Chicagói Filmfesztiválon. De akkor az Eperjesnek adták a legjobb színészdíját, és ő úgy gondolta, hogy ez őt megalázza. Amúgy is egyfolytában egy ilyen színészi párbaj. A film is ilyen, egy párbaj történet. A hiúság a legnagyobb vétkő mindig is az. Hát igen, és akkor tulajdonképpen akkor felhívott engem, soha nem felejtem el, végig zokogta, az éjfélkor hívott fel, és azt mondta, hogy nem tettél meg mindent. Neked oda kell volna menni a zsűrihez, és azt kell volna mondanod. Egy díjért. Igen, hát egy hiú ember volt, és azt mondta, hogy azt kell volna mondanod, hogy a 80 éves a Feleki Kamil barátod, és bele fog halni, ha nem kap díjat, és zokogott. És én akkor azt mondtam neki, hogy igazad van, lehet, hogy ezt kellett volna csinálnom, és utána követte elő a tragikus vétséget, amit nem tudtam neki megbocsájtani. Volt egy Pesti Műsor nevű teljesen jelentéktelen lap, amelyből adott egy interjút, és azt mondta, hogy ezt a filmet én megtagadom. Én ezt nem szeretem, ezt megtagadom. De ezt a nyilatkozatát ő 2 nappal később visszavonta, én úgy tudom. Visszavonta, de akkor én ezt elolvastam, és úgy éreztem, hogy hasba szúrt, és tulajdonképpen, és nem vettem fel jó ideig a telefont. Te többször bocsánatot kért, ugye? Igen. Te sem vagy. Egyikőtök 19, a másik egy hiány húztellek. Igen, sajnos igen, elkövet az ember ilyen bűnöket. Hát ez, ugyanakkor pedig azért büntelen ember nincs annak azért. 100%, csak nekem néha annyira fura, hogy néha a férfiak ezek az érzelmi dolgokon. Igen. Hát sokkal igen. Komolyabban, tehát komolyabb következményekkel és komolyabb nem nyomot igazán, hagy. Én nem értem. Férfiak sebezhetők. Mint hogy leülnének igen. Megbeszélni, vagy... Igen. Vagy és nem is tudom, hát olyan igen, kár érte. Nagyon, ezt egész életem végéig sajnálni fogom, ezt a bűnt elkövettem, haragudtam rá, és megsértődtem. És a akkor mondjuk azt, hogy a nők hisztériáznak, ugye? Ugye? Meg a nőkre kell várni, ugye? Persze. Elrugaszkodva a tragédiától, de olyan értelemben azért nagyon érdekelne, hogy ha az nem történik 22 éves korában, akkor ki vagy, mi lenne ma maga? Valaki, aki az apja kegyeit keresi. Igen? Mhm. Uh-huh. Megfelelni akar. Igen. Semmi. Tehát tulajdonképpen az a döbbenetes válasz jött ki az Annából, hogy a tragédia tulajdonképpen katapultálta őt az életbe. Igen, de azért remélem, igen, hogy talán meg tudtam volna vívni azt a harcot, még úgy is, hogy él. Uh-huh. Ezt nem tudom megmondani. De, egy ponton valószínűleg igen. Uh-huh. De nem lehet tudni. Elkényeztetett lány volt, nagyon? Nem tudom, mit értünk ez alatt. Nem is nagyon szeretem ezt a szót, mert úgy gondolom, hogy ha a szülők a gyereküknek megadhatnak egy jó életet, vagy egy szép házat, miért ne tennék?
melyik szülő ne, persze, ne tenné, igen, hogyha ez ő is van, megteheti, és ő is így él. Tehát úgy értem, hogy amire vágyott emberi léptékek, vagy az önök koordináta rendszere szerint, én azt megkapta. Amit kértem a szüleimtől, hogy mondjuk táncolhassak, hogy járhassak külön órára, hogy a fellépő ruhán, a flitter, ne kell lennie, azt mindig megkaptam. Igen, kiváló gyerek voltam, aki büszkévé tette a szüleit. Ugyanakkor azt mondta a gimnáziumi évekről, hogy ha megkérdeznék az osztálytársait, valószínűleg nem szerették önt, mert hogy nagyképűnek láthatták. Igen. Ettől még én jól éreztem magam. Meg ettől még jó tanuló voltam. De igen, az egyéniségem általában szemet szúr, vagy kedvelik, vagy nem. De ezt éreztették is az osztálytársai? Én is sok mindent éreztettem velük. De mit? Nem tudom, meg kéne őket kérdezni, de nem voltam kedves. Vagy legalábbis, hát nem tudom. Ezt nem tudom megítélni, mert nem találkoztam önmagammal ugye soha. De tudta menet közben, hogy nem kedves? Tudtam, hát persze. És nem akarsz rajta változtatni? Nem. Miért nem? Mert ilyen vagyok. És ez nem jelenti azt, hogy nem vagyok kedves, csak úgymond használtam azt az erőt, amit kaptam. És akkor még talán nem tudtam, hogy óvatosabbnak kéne lenni. Nem, csak azt akartam megegyezni, hogy miközben irigykedve hallgatom az Annának ezeket a gimnáziumi sikereit, hogy ő mennyi mindent csinált, és hogy éltanuló volt. És az jut eszembe, hogy én meg a gimnázium legrosszabb tanulója voltam. Nem is gondoltam volna. Ugye? De nem baj ez, mert én egyébként, igen, elfáradtam benne. Tehát én egy idő, igen, után kimerültem abban, hogy mindig, és utána ez el is engedtem ezt. Biztos vagyok benne egyébként, hogy nagyon sok energiát elvehetett ezt, hogy élen kell maradni. És azt gondolom, hogy amikor a papájáról beszél az Anna, ez is csak egy hipotézis, mert nem ismerem az életét, akkor ez egy elvárás is volt. Tehát meg akart felelni, nagyon magas szinten meg akart felelni a papa elvárásainak. Persze, ez a minimum, ezek nálunk a minimum. Igen. És én nekem ugyan, nekem is elvárás volt, hogy ne 2,6-tal fejezzem be, az volt az átlagom az első fél évben, tehát meg gondoltam, hogy mindenből azért más iskola. Persze. De hát én úgy védekeztem ellene, hogy amikor mentünk haza, Hernád utcában laktam, akkor folyamatosan azt játszottam, hogy amikor egy első emeleti lakásunk volt, hogy kiálltam a porolófa mellé, és felkiabáltam, hogy 3-1-est kaptam ma oroszból, ma matekból buktattak meg, és a nagyanyám mindig halkapol, nem kell az egész háznak hallania, mert tudtam, hogy az erős lesz a szégyenérzet, és mire felérek. Megcsattan a pofon. Persze. Szóval fantasztikus, érdekes ember, hogy védekezik ellene, és ez 5-4 éven keresztül ment. Péter, arra gondoltam, hogyha találkozunk, megkérdezem, mert én nagy kedvelője vagyok a te regényeidnek, most már 3 is megjelent, hogy igaz lelkedre, nem bánod, hogy te ezt korábban nem kezdted el, mármint az írást? Hát a feleségem szoktam mondani, és mindig meg is sértődök, hogy te sokkal jobb író vagy, mint rendező, és ez olyan mint hogyha eltalálnák a legérzékenyebb pontomat. Neked nagyon szomorú felismerés lenne az saját magadba, ha egyszer rádobbennél arra, hogy ez igaz? Igen. Nekem nagyon szomorú felismerés lenne, mert én elsősorban a filmrendezőnek hiszem, vagy vallom magam. De attól még lehet? Lehet, persze. Tudnod kell, hogy én soha életemben nem írtam volna regényt, hogyha nem éreztem volna azt. Ezek a történetek mind meg nem valósult filmek. Hát a Hajnali megvalósult végül, de amikor én ezt írtam, ezt a regényt, akkor úgy tűnt, hogy nem, soha nem lesz belőle film. Ez a hét mocskos nap, az is egy filmnek indult, a királyi játék Kempenerről, az is egy filmnek indult, és tulajdonképpen dűből, elkeseredésből, csalódásból írtam ezeket a regényeket, mert azt gondoltam, hogy az nem lehet, hogy ennyi munka, ennyi ambíció és ennyi anyaggyűjtés a semmivé válik. Tulajdonképpen ennek a 3 könyvnek a sikereit úgy, ahogy van, a kukába dobnád egy igazán általad jónak gondolt és elképzelt film sikeréért? Nézd, egy évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy igen, ma már nem vagyok ebben biztos. Annyi örömet kaptam, és annyi visszajelzést kaptam a regénye kapcsán vadidegen emberektől, amit én tulajdonképpen filmrendezőként soha nem kaptam. Tehát fura, hogy
hogyha ma is valaki megszólít ismeretlen az utcán, vagy a színházba, vagy bárhol, akkor a regényeimről mesél, és nem a filmjeimről, amit meg szoktam döbbenni. De miért? Szép lassan tudomásul vettem. Nézd, egy film azért egy közösségi műfaj. Tehát amikor egy filmet csinálsz, akkor tudomásul kell venned, hogy lehet, hogy a színész viszi el a hátán a sikert. Most már kicsit cizelláltabb, vagy hogy mondjam, bonyolultabb a válaszom. Ma már nem tudom, hogy mit válaszolnék rá egyértelműen. Akkor máshogy kérdezem. Van még mondjuk, adja jó Isten, nagyon sok aktív éved. Igen. Annak csúcspontjaként, egy életmű megkoronázásaként, te melyiket választanád? Egy irodalmi Nobel-díjat, vagy egy filmes Oscart? A filmes Oscart. Filmes Oscar? Igen. Persze, én is. De miért? De a felhajtás miatt meg ki akar öltözni sztárokkal a selfie. Nem Kán, tudom. Kán, Los Angeles, Red Carpet. Igen, lehetne így. Lióval. Lehetne így is nézni. Nehogy azt jött, hogy egy írónak egyébként. Most ugye egy csomó orvosó író találkozom, vettem részt a világban rengeteg helyen. Nagyon komoly felhajtások voltak is. Remek szállodákban aludtam. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy én 13 éves koromban elhatároztam, hogy én leszek a világ legjobb filmrendezője, és persze tudja az ember, hogy ez totálisan nevetséges egy közép-európai országból, majdnem reménytelen. De mégiscsak ez volt az ábránd. Ez volt az én kamaszkori álmom. Tehát nagyon, nagyon jó lenne, egyszer mégis megvalósulna. Hát de hány ilyen esetről tudunk, amikor aztán a B-opció lépett életbe? Kern is azt hiszem, hogy úgy akart felvételizni, hogy filmrendező legyen. Igen. Gundel Takács Gábor szerintem 7-szer jelentkezett a színművészeti főiskolára, és egy ragyogó televíziós műsorvezető, játékmester, riporter lett. Tehát nem biztos, hogy az a... Én nem beléd akarom beszélni. Én csak azt mondom, hogy ez a három könyv, ez szerintem egészen szenzációs, és... amennyire én értek hozzá, én szerintem itt egy olyan írói, történetmesélői pálya. Igen, Endre, biztos, hogy így van, de, de tudod, az emberi boldogság, vagy az emberi elégedettség az valahol, a Sándor Palival szoktuk erről beszélni, hogy hol csiklandoznak téged meg, és te mikor neveted el magad, az nagyon, nagyon egyéni. Engem úgy látszik filmrendezőként jó megcsiklandozni. Meg tudod, mi eshet neked rosszul, akár a feleséged megjegyzése, meg az én kérdésem kapcsán, hogy amikor azt mondják, hogy milyen jó író vagy, a te fejedben egyszer s mint egy picit leértékelik a filmrendezői. Pontosan, igen. Pontosan így van. Sok mindenről beszélgettünk itt, mindkettőtök kapcsán. Szerintetek mindkettőtökre vonatkozik ez a kérdés. Van véletlen, vagy egész egyszerűen ez egy kijelölt út? Mert azért itt kacskaringós életekről beszélhetünk. A te esetedben például, Péter, csak hogy egy elemet emeljek ebből ki, hogy mi múlik a siker. Tudomásom szerint egy ausztrál ügynök, aki könyvkiadással foglalkozik, ha azon a bizonyos éjszakán bronkitisszel nem kell, hogy szembesüljön, lehet, hogy a büdös életben nem olvassa el a te könyvedet, és nem lesz belőle, hát kvázi világsiker. Igen. Ez véletlen, vagy? Én mindezekedre azt mondom, hogy nincs véletlen. Nincs véletlen. A nagyon közelről nézed a dolgokat, tehát a nagyon egynapos vagy kétnapos távlatból, akkor úgy tűnik, hogy azok véletlenek. Ha nem olvastál el az ausztrál, akkor elolvasta volna valaki más. Biztos vagyok benne. Ez így van. Ez olyan, mint a modellányoknál, aki arra született, a busz megállóban össze fogják szedni, és mindet. Pontosan így van. Tehát hosszú, ha távolról nézed az eseményeket, tehát 3-4-5 év, igen, akkor megtörténik, aminek meg kell történnie. Én nagyon nem hiszek a véletlenbe. Egyébként igen, szerelembe se, kapcsolatba se. Ott sincs véletlen. Nincs. Hát mi azok omulnak sokszor dolgok? Azt hiszük. Egyébként szerintem mondhatjuk véletlennek, vagy jókor lenni jó helyen. Én azért vagyok befektető, mert kutyasétáltatás közben egy reggel egy titkárnővel beszéltem, és szerettem a céget, akinek a titkárnő dolgozott, és majdnem, hogy másnaposan, de lehet, hogy az naposan, viccből elejtettem, hogy fi, tök jó ez a cég, ha valaki befektető, hívjatok fel. Fél év múlva telefonáltak. De ez az egy mondat miatt vagyok ma ott, ahol vagyok, és mégis azt mondom, hogy minden pontosan úgy van, ahogy lennie kéne. És nincsenek véletlenek. Megkockáztatom még azt is, hogy másodpercre pontosan úgy történik, hogy lennie kell. Ebben nem vagyok biztos, de hosszú távon biztos, hogy úgy történik. De az eredmény úgy lesz, igen. Tehát igen, pontok, amik, igen, ahova el kell jutni, ott úgy lesz az ember, ezerféleképpen persze el lehet, de ott lesz, amikor ott kell lenni. Feltetted azt a kérdést, hogy nem lennél, hogy az elején, kb. A beszélgetésünk felénél, hogy és most
kiigazítom önmagam, hogy akkor mi lett volna belőlem. És most azt gondolom, hogy ezt alaposan megfontolom, hogy akkor is filmrendező lettem volna, ha feleki nincs. Valószínűleg más úton, valószínűleg sokkal nehezebb módon, talán sokkal több szenvedéssel. De a vágyam, az akaratom az ugyanúgy működött volna, és ha működött volna, akkor valahogy keresztül vergődte volna magát az akadályokon keresztül. Tomáskodom picit, de nagyon tetszik ez az ideológia. Én ennél egy picit, hogy mondjam, jobban hiszek a véletlennek a megrendelőterejére. Egy kockázati tőkekezelő, egy pontosan mi a tőkebefektető. Tőkebefektető, az mit csinál? Cégeket vásárol, portfóliót épít, technológiai cégeket főleg, de ez lehet más jellegű is, és finanszírozza ezeket egyfajta befektetési összeggel, amiért cserébe tulajdonjogot kap a cégben. Már csak a tamáskodás kedvéért feltenném azt a kérdést, Anna, hogyha azt mondom, hogy kérek 500 milliót egy filmre. Uh-huh, volt már ilyen. Hoppá! Akkor Ezt hogyan mérné fel egy kockázati befektető? Én ezzel foglalkoztam már. Hát nemet mondanék. Uh-huh. Nem tudnád visszafizetni sajnos, pont uh-huh. azért, mert tisztában vagyok a filmes költségekkel, és hogy a világ pénzét meg tudja enni egyébként, tehát hogy egy nagyon-nagyon költséges dolog. Egy ilyen ember, tehát aki ezzel foglalkozik, a tőke befektetéssel, ráadásul a kockázatot kell, uh-huh. hogy mérlegelje, az egy bátor ember? Vagy pont hogy nem? Mutatjuk épp bátornak, de a bátorságot könnyen mérik, ha van miből. A magánéletben te bátor vagy óvatosnak tartod magad? Nincs magánéletem. Hogy érted ezt? Én csak dolgozom. Ilyen fiatalon, ilyen szép lány, csak és kizárólag a munkával foglalkozik? Most igen, igen. Az elmúlt egy évben semmi más nem csináltam. Volt egy kiskutyám, de sajnos meghalt. És ez jó? Az, hogy meghalt a kutya. Az nem a kutyára, nem a kutyára értettem. Nem jó. De szükségszerű, és hogyha egyszer most ez van, nem tudok leakasztani egy szerelmet az égbe, meg kell várni, amíg jön. Addig pedig elfoglalom magam, mert tudjátok jól, hogy a nők eszét elveszi a szerelem. És ha nekem elveszi, akkor megcsappan a bankszámla is, és nem dolgozom már olyan lelkesen. Mert akkor én engem is elkapám a rózsaszín köd. Azt két nap múlva ráíratnék mindent, mert hogy menjünk gyereket nevelni a tengerpartra. Hát azért mondom, De nem. Ilyenkor jön az ügyvéd, hogy nem. Tehát azért óvatosnak kell lenni, mert igen, egyik nőnek sem az az álma, hogy napi 18 órát dolgozzon. Ez most több témát kinyitottunk erre. Nem is tudom, hol kezdjük. Hát az egyik az, hogy azt mondod, hogy... megsínlené az üzlet, hogyha szerelmes lennél. Az mindennél fontosabb. A saját egyéni boldogságodnál is. Fiatalon, szépen, családra vágyva. Igen, sajnálom, de igen. 10 éve töltem abban, amit csinálok. Nem hagynám, hogy bármiféle, tehát, hogy el kelljen vennem attól, amiben ennyi munkát tettem, azért, hogy azzal mást emeljek fel, és ezt nem szabadott volna kimondanom. Ezt ki kell szednünk. Milyen férfi gondolkodása van. Nem tudom, hogy ki tudjuk szedni, mondjuk egy nagyon őszinte mondat édes volt. Édes Istenem, igen, ez egy túl őszinte mondat volt. Meg átfogalmazom, igen, így fiatalon, hogy sajnos a 20-as éveim nagy részét, hát nem sajnos, de nagyon sok munkával töltöttem, igen, tehát ott vissza kellett venni, mert akkor volt rám meg ránk szükség. Valószínűleg az élet megengedi majd, hogy a 30-as éveimben jobb harmóniát találjak a magánélet és a munka között. És valóban összetudjam egyeztetni majd egy családot azzal, hogy dolgozom. De volt, amikor ez az egyensúly az jobban jelen volt? Nem. Nem? Amióta édesapám nem él, nem. De kitomboltad te magad? Ó, igen, ne aggódj. Igen? De ez mikor volt? Középiskolás korodban? Nem. Nem. A 20-as éveimben, ahogy minden fiatal, én is jártam egyetemre, nem is egyről rúgtak ki. Úgyhogy volt azért, ne aggódj, nem úgy kell elképzelni, hogy mint valami igásló,
én a könyvek között haldokoltam 8 éven át, hanem inkább úgy, mint a work hard, play hard részében, tehát nyilván nekem is kijutott nagyon sok barátból, meg egyébként szerelemből is, és azért nagyon sok emlékezetes buli is van mögöttünk, és nyaralás, és síelés. Ez jó hír, viszont az azért arra a mondatra muszáj rá kérdezni, amikor azt mondtad, hogy megőrülnél, jönne a lila köd, és 2 napon belül ráíratnád a fickóra a vagyonod. Ezt komolyan gondolod? Dehogy is, soha. Nem gondolom már komolyan. Már olyan értelemben, hogy a pénzed ilyen értelemben félted? Természetesen. Hú, nagyon is. Persze. Nem csak, hogy én féltem, de ezt édesanyámmal is nagyon odafigyeltünk rá, hogy a családom munkáját, hogy az édesapám, a nagyapám majd 100 évnyi munkáját arra nekünk nagyon vigyázni kell. És az, hogy vigyázunk rá, az azt jelenti, hogy ez a családon belül marad, és ha bármilyen új férfi szeretne csatlakozni ehhez a családhoz, az neki férfiként hoznia kell majd ehhez valamit, de mi nem tudunk olyan család, fő vagy támogatás mellett élni, akinek a szándékai valójában a mi bankszámlánkhoz kötődnek. Ilyen értelemben, ha hozzád közelít egy fiatalember, és mondjuk neked még tetszik is, az első gondolatod az, hogy lehet, hogy ez nem biztos, hogy a szépségednek szól? Az első nem ez lesz, de meg fog fordulni a fejemben. Volt már egy olyan, hogy túl. Ezen bukott meg a történet? Nem. De nagyon hamar megérzi ezt az ember. Ha valaki a tévében szereplő cápával szeretne randevúzni, vagy ha valaki úgymond nem bánná, ha élhetne a lakásomban, ha vezethetné a kocsit, ha dolgozhatna a cégben. Azért ez valami rettenetesen frusztráló lehet. Van egy szép lány, aki saját jogon ért el valamit. Nem feltétlenül saját jogon, de igen, ez egy nehéz helyzet. Tehát neked nem kellene, hogy vagyonos légy, hogy találj magadnak neked megfelelő partnert. Amíg nem is voltam vagyonos, de nem is volt gondom vele, hogy találjak magamnak partnert. De nehezebb úgy partnert találni, amikor sokkal komolyabban gondolkodsz, hosszú távon gondolkodsz, és már nem csak azért szeretnél magad mellé valakit, hogy szórakozzatok, és hogy megoszthasd vele az életed. És te már abban a fázisban vagy, ami a komolyabb dimenzió, ha jól sejtem. Igen, mivel felelősséget kellett vállalnom nagyon sok mindenért, ezért nyilván nem mehetek hozzá egy mániás depresszióhoz, aki mondjuk életem szerelme, mert tudom, hogy bemegy a kaszinóba, és elveri egy éjjel az egészet. Jó, ez mondjuk az egy szélsőséges példa szerintem. Én ezekre a szélsőséges példákra gondolok. Tehát, hogy ilyen esetben kéne azért odafigyelni rá, hogy nehogy már ráírassuk. Ez a ráíratás, ez nekem nagyon fecsítve. Nem, én sokszor féltem tőle, igen, megfordult a fejemben, hogy például édesanyámnak, ha esetleg valaha lesz új kapcsolata, mennyire fogom leellenőrizni a férfit, aki jön. Igen, mert az, hogy én hamar felmérem, hogy a férfi, aki velem szembe ül, kapcsi-e vagy sem, vagy valóban én tetszem-e neki vagy sem, abban nekem nincs, tehát én abban nagyon biztos vagyok. Hogy édesanyám ki tudja szűrni, abban már nem lennék olyan biztos. Én olyan magányomozó hadsereg lenne, hogyha ez előfordulna, én azért aggódnék. Te Anna, lehet, hogy kegyetlen lesz ez a kérdés, de ez a gondolkodásmód, vagy ez a példa is nekem egy picit arra erősített rá, hogy nem félsz te attól, hogy 10-15 év múlva ezt nagyon meg fogod bánni, hogy ezt a nagyon szépen felhalmozott birodalmat óvod, és valamiről lemaradsz, akkor, amikor már késő lesz. Érez ennyit? A családom. Nem persze. A családod. Ez családról szól. Ez nem elsősorban a pénzről szól. Hát a családodra, a mamádat érte tulajdonképpen. Hát én inkább igen. Úgy mondom, hogy a munkát. Tehát, hogy amikor igen. Édesanyám, ami beálltunk a cégünk mögé, nem fogunk hazudni nyilván a munkáért, meg a pénzért is tettük, de elsődlegesen az édesapám emlékéért. Tehát, hogy ez nálunk egy nagyon, nagyon mélyen húzódó érzelmi dolog, és erről mi úgy gondoskodunk, mi ezt úgy szeretjük, mintha ő talán még mindig élne. Hát kívánom, és biztos vagyok benne, hogy fogsz találni olyan fiút, aki nem a pénzre fog menni, vagy nem az lesz az elsődleges szempont. Hidd el nekem, minden fiú, a legtöbb, aki hozzám közeledik, 99%-ban tetszem neki. Ha púpos lennék, tudnám, hogy a pénzért jön, de akkor nem zavarna. Az
Nem tudom, hogy a véletlen, vagy az eleve elrendelés hozott-e most bennünket össze, én minden esetre nagyon jó. Vagy a szabad akarat. Vagy a szabad akarat. Én is nagyon köszönöm, jól éreztem magam. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Én köszönöm.